üdes. Dubrovicki Péter, Németh Lóránd, Mészáros Krisztófer, Varga Csenger, Siket Olivér és Magyar Tamás. Ők hatan vitték a prímet a hétvégi tornászvidék bajnokságon Budapesten. Mindnyájan a győri atlétikai klub versenyzői. Az egyesület mindkét csapata, ifik és kadettek is vidékbajnokok lettek. Emellett az országos bajnokságban is remek eredményekkel zártak. Az országos összesítésben a juniorok negyedik helyen végeztek, a serdülők pedig harmadik helyet szereztek. A junioroknál várható volt a negyedik hely, sérülések tizedeltek minket sajnos. A serdülő kategóriában a második helyet szereztük, és hát szerettük volna megszerezni, de sajnos itt is lecsúsztunk erről a második helyről, harmadikak lettünk összesítésben. Remélhetőleg az őszi forduló alkalmával már sikerül odaérni a második helyre. A hétvégi teljesítménnyel összességében elégedettek a tornászok. Persze azért még van hova fejlődni. Szerintem egész jól sikerült, én csak 4 szerán tudtam indulni, mert most volt nemrég csuklóműtétem. Hát a többit csapattársaim intézték el. A vidékbajnokságot azt megnyertük. Hát kisebb pontatlanságok voltak a gyakorlatok közben, de összességében jól sikerült. A vidékbajnokság őszi fordulójában ismét megmutathatják magukat az ifjú tornászpalánták. Ezt október 5-én rendezik a budapesti központi tornacsarnokban.